Gyógyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barátság. Egy meleg nyári napon Babóca, a Katica kislány, jókedvűen nézett ki háza ablakán. Megreggelizem, gondolta, és elmegyek egy nagyot sétálni az illatos rétegre. A sétára talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd haza tudok hozni benne, morfondírozott. No hát, kiáltotta hirtelen Babóca, egy csodaszép cseresznye, ez aztán a kincs. Finom evédem lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de a cseresznye túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csiga fiúcska. Miért buslakodsz, kis Katica bogár? Kérdezte Babócát. Azért, mert nem sikerül a cseresznyét feltennem a talicskára, felelte Babóca. Ne szomorkodj, majd én segítek, mondta Bogyó segítőkészen. Együtt valóban könnyedén feltették a súlyos cseresznyét a talicskára. Babóca nyomban elindult haza az ízletes csemegével. Bogyó szomorúan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Dobbantott dühösen lábacskájával a csiga. Hiszen segítettem neked. De hisz a cseresznyét én találtam, kiabálta Babóca. Nem adom, az enyém. A csiga megszeppent. Ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém, mérgelődött Babóca. Nekem is jár belőle, bosszankodott Bogyó. Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, míg ketté szakadt. Bogyó és Babóca a földre huppantak meglepetésükben. A cseresznyéből ugyanis egy dühös kukac zuhant ki. Mit tettetek a cseresznyémmel? Zúgolódott. Hiszen ez a cseresznye az én lakásom. Na, nem kell úgy megijedni. Szívesen megmutatom nektek, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott bőségesen találtok magatoknak harapnivalót, én pedig választhatok új lakhelyet magamnak. Babóca besegítette a kukacot a talicskába, és elindultak együtt megkeresni a cseresznyefát. Csak hamar meg is találták. A föld tel is tele volt édes, illatos cseresznyékkel, amik már lehullottak a fáról. Bogyó és Babóca nagyot ugrottak örömükben. A kukac hamar álomba szenderült, Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegéztek a finomságból. Későre járt már, amikor hazaindultak. Két cseresznyét vittek magukkal a talicskában, egyiket Babócának, másikat Bogyónak. Napnyugtakor érkeztek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, majd búcsút vettek egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöpp háza ablakából. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, amíg tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is hazaérkezett. Ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen, a barlangból jön.
Menjünk, bekeressük meg, kisír! Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban. Nem találom a kijáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba? Sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi. Majd mi megmutatjuk az utat a házikóthoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeölelkeztek ijedtükben. A következő pillanatban egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát, és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnya pók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam. Csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kijáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kijáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangomba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenye gumóból, kerekei faágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, ó házikom, hazahoztatok engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó a csiga fiú vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A Katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak.
Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a dombalján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyózni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet. Fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz. Köszönjünk el tőle, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca, a katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult Mókus Regő odúja felé. A mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, igyunk egy búcsúszörpöt, és rágcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta Regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség! Hová tűnt a sok mogyoró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek,
Azt hiszem, itt gurultak ki a mogyorók, mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se féregő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult mogyorókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok, naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta mókus regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött mogyoró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat. Mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult mogyorókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A mogyorók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végiggurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott Regő. Akkor most kérlek, hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat, mondta Regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A mogyorókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel mókus regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt mókus regő összegyűjtött mogyorójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk regő odójába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem mogyorót a kupacból. A mogyorót Babócának adta, ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és itt tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden mogyoró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt mókus regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a mókus. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Erdei torna verseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme Csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcske lány. Csolni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok, ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca.
Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csigafiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötélverseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe, célba dobás. Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze, én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a katicalány, és Bogyó, a csigafiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, Babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek, szaladt oda Ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten. A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték Ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca.
Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nellé is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van. Köszönöm, mondta boldogan a nőnüke. Irány a hegytető. Hurrá, repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hullócsillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam! Helyeselt Babóca. Én is! Mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hullócsillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Roller. Egy tavaszi napon Egon, a cserebogár, nekilátott, hogy barkácsoljon magának egy rollert. Egész nap fúrt, faragott, csiszolt, ki sem látszott a munkából. Amikor elkészült, lefestette feketére, és elindult, hogy megmutassa új rollerét a többieknek. A fiúk épp kosárlabdáztak a réten. Ott volt Bogyó, Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Alfonz. Nézzétek, új rollerem van! Én készítettem! Kipróbálhatom? Nem adom, az enyém. Csak mennék vele egy kört. Igen, mi is szeretnénk menni vele, csak egy kört, aztán visszaadjuk. Nem adom, mondta újra a cserebogár. Miközben Baltazár, Vendel és Egon veszekedtek, Döme megragadta a rollert és elszáguldott vele. Állj meg, hozd vissza! Az enyém, és nem adtam neked kölcsön. Senkinek sem adom kölcsön. Döme lassított és Egon hamarosan utolérte. Add vissza a rolleremet! Tessék, itt van, mondta Döme, és hozzátette. Amúgy sem elég gyors. Nem elég gyors? Na, ide nézzetek! Még hogy nem elég gyors, hiszen alig értek a nyomomba, mondta nevetve, de közben nem vette észre az út közepén tátongó nagy gödröt. Vigyázz, Egon! Kiabált egyszerre Bogyó, Baltazár és Vendel, de már késő volt. Na, ezt igazán magadnak köszönheted, Egon, okoskodott Baltazár. Egon, mi történt veled? Nagyon összeszúrtak a tüskék, és ti miért nem segítetek neki? Kérdezte egy szuszra a rózsabogár. Egon a hibás! Akárhogy is történt, akkor is segítenetek kellett volna, amikor ilyen csúnyán elesett.
Gyere, Egon, itt van a közelben a házam. Lemosom és bekötözöm a sebeidet. Lili leültette Egont egy székre, és langyos vízzel lemosta a sebeit. Nem is olyan csúnya. Ekkor Egon halkan sírdogálni kezdett. Én vagyok a hibás, nagyon irigy voltam. Ha nem lettem volna ilyen, akkor nem történt volna baj. Akkor legközelebb ne legyél irigy. Köszönöm, hogy segítettél, mondta Egon búcsúzóul. Nem nagy ügy, hamar rendbe jössz. Egon bicegve jutott haza. Fájtak a sebei, nem tudott felszállni a rollerre. Hazaérve gyorsan ágyba bújt és elaludt. Másnap reggel új ötlete támadt. Elővette az ecseteket, a festékeit, most pedig átfestelek rózsaszínre. Na hát, Egon, ezt neked hoztam. Köszönöm, hogy segítettél. Hiszen ez csodaszép. Átfestetted? Kérdezte Lili. Igen, úgy gondoltam, feketén biztosan nem tetszene neked. Nagyon örülök neki. Át is megyek vele Babócához. Jó utat, óvatosan menj, kiáltott Lili után Egon. Egon hazasétált, és épp leült volna ebédelni, amikor kopogtattak. Szia, Egon! Kezdte Baltazár. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jobban vagy-e. Jól vagyok, ne aggódjatok, legyintett Egon. Meggyérem, hogy többet nem vezem el a rolleredet, szólt bűnbánóan Döme. Már nincs meg a rollerem, átfestettem és Lilinek ajándékoztam, mosolygott Egon. De készítek majd magamnak egy új rollert, fordult a barátaihoz Egon. Megígértem Lilinek, hogy többet nem leszek irigy. Mindenki mehet majd vele. Egy keveset. Hurrá! Kiáltotta Gömbi. Most pedig gyertek, egyetek velem. Almás pitét sütöttem. Szeretitek? Egon hamarosan elkészült új rollerével. Sötét zöldre festette. Pár nap múlva a kisbarátok mind összegyűltek a réten, és felváltva rótták a köröket a két rolleren. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Rossz álom. Egy viharos estén Bogyó, a csiga fiú, lefekvéshez készülődött. Fogat mosott és ágyba bújt, mintha valaki zörgetett volna az ajtón. Talán csak a szél, gondolta, és nem törődött vele. De a zörgés pár perc múlva újra hallatszott. Mi lehet ez? Belebújt a papucsába, és kinyitotta az ajtót, de nem látott senkit. Biztos csak képzelődöm, mondta, és visszabújt az ágyba. De valaki ismét zörgetett. Ki az? Ugrott ki az ágyból Bogyó rémülten. Kitárta az ajtót, és körbenézett. Kukac, gyere be! Olyan kicsi vagy, hogy nem vettelek észre. Mi történt? Rosszat álmodtam. Itt maradhatok nálad, mondta a kukac. Persze, itt maradhatsz. Bogyó egy papírdobozból apró ágyacskát hajtogatott a kukacnak. Tessék, ez lesz az ágyad. És mi lesz a takaróm? A sapkám éppen jó lesz. Olyan, mint egy igazi hálózsák. Jól van, kukac, most már aludjunk. Álmos vagyok. Bogyó már majdnem álomba merült, amikor a kukac megszólalt. Bogyó, felgyújthatjuk a lámpát. Félek a sötétben. Ugyan, hiszen nincs sötét, világít a hold. Nincs mitől félni, aludjunk, mormogta a csiga. De igenis sötét van, erősködött a kukac. Nincs sötét, de sötét van. Jól van, széthúzom a függönyöket, így már látod a holdat. Világítanak a csillagok is. Aludjunk végre, mérgelődött Bogyó. A csiga fiú magára húzta a takaróját, és azonnal álomba merült. De nem sokáig aludhatott, mert a kukac ismét felverte. Szomjas vagyok! Így áll, kukac! Vágta rá Bogyó. Nem érem el, segíts, Bogyó! Kérek egy kis vizet! Nyafogott a kukac. Köszönöm,
Sugta a kukac. Aludj jól. Bogyó jól is aludt volna, ha pár perc múlva a kukac ismét fel nem ébreszti. Éhes vagyok. Nem, éjjel nem eszünk, majd reggel, dörrent rá Bogyó. De én éhes vagyok, nem vacsoráztam a vihar miatt, panaszkodott a kukac. Köszönöm, többet nem zavarlak, ígérte a kukac, és rágcsálni kezdte az almát. De nem tartotta be az ígéretét. Bogyó, nem tudok elaludni, félek. Ébresztette fel ismét a csigát. Mitől félsz? Kérdezte fájdalmasan Bogyó. Nem tudom, csak úgy félek. Kérlek, mesélj nekem valamit, attól elalszom. Jól van, nem bánom, mesélek neked, már úgyis kiszállt a szememből az álom. Bogyó mesélni kezdett a kukacnak. Elmesélte, hogyan sodorta el a papírsárkányt a szél, hol találták meg a gomba kalapját, hogyan gyógyította meg Bagoly doktor a füldulladást, és mit kapott a százlábú karácsonyra. De a kukac a felét sem hallotta, mély álomba merült a mesétől. Végre Bogyó is alhatott. Mire felébredtek, véget ért a szélvihar, és hét ágra sütött a nap. Látod ott azt a képet az ágyam felett? Kezdte Bogyó. Mert én is szoktam rosszat álmodni, és olyankor mindig erre a tündérre gondolok. Ő segít, hogy elűzzem a rossz gondolatokat, meg az ijesztő álmokat. Neked is rajzolok egy képet az ágyad fölé, valakiről, akit nagyon szeretsz. Ha bánatos vagy, akkor csak ránézel, és rögtön megnyugszol. Elillan a rossz álom. A napocska. Rajzold le a napocskát, őt nagyon szeretem. Mindig mosolyog. Nagyon szép lett, köszönöm, mondta elégedetten a kukac. Ragaszd ki az ágyad mellé, és a kukac már indult is boldogan hazafelé.